engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem a egybegyűlteket. Ugye advent utolsó gyertyagyújtására gyűltünk össze, rossz idő ellenére itt a szép tiszteletben tartjuk meg, hogy ne a szabadba kelljen ázni a tisztelt egybegyűlteknek. És mielőtt még elkezdenénk a kórussal ünnepi énekünket, ünnepi műsorunkat és mondanám, hogy az ünnepi beszédet, engedjük meg, hogy mi az év végén mindenki egyfajta számadásra készül, és mi magunk is egy Isten tisztelt jövünk többségében, és ott is elhangzott, hogy az év végén az ember, amikor számadásra készül, akkor alapvetően a szívét meghatározza a hála, azért, hogy egy módon visszatekint az mögötte lévő napokra, hónapokra, vagy el az egész évre. És én miatt még elkezdenék az ünnepi műsorokat, úgy szeretnék imádkozni, hogy szeretnék hálát adni Istennek, hogy megőrzött bennünket, hogy vigyázott ránk, hogy élünk, hogy láthatják, hogy mi magunk is megtapasztalva az Istennek a szeretetét, hogy itt tudunk lenni szabad akaratunkból. És én annyit hadd kérek, hogy amíg imádkozok, kérünk álljanak fel, és mert igazából annyi mindenért, ha körbenézünk itt magunkra is, hogy a gyerekeinkre, családjainkra, otthonainkra, településünkre, itt Csetényért, és talán az egész országért, akkor járunk el a leghelyesebben, hogyha hálát adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket, ebben az időszakban bennünket. Mennyei Atyán, hálát adok neked, hogy itt lehetünk ezen a helyen a barátainkkal, testvéreinkkel, a településnek az előjáróival, és nem azért, mert mi annyira különlegesek vagy rendkívüliek lennénk, de mégis azt mondjuk neked az élő Istennek, aki odafigyelsz az egész világra, az univerzumból, a te mennyből, a mennyei lakóhelyedről, figyelsz a földre, a magyar nemzetre is, és azon belül Csetényre is, és te látod, hogy összejöhetünk azért szabadon, félelem és rettegés nélkül, hogy megemlékezzünk, hogy a Mesiás megszületett, hogy abban az időszakban vagyunk, ahol ünnep az, hogy készülhetünk a karácsonyi ünnepekre, ahol a szeretetnek az ünnepeként Jézus Krisztusról emlékezhetünk meg, az Istennek a fiáról, aki eljött erre a földre. És ezért kérlek, Uram, hogy hallgass meg az imámat, és az a kérésem, hogy teremts közöttünk egységet olyan módon is, hogy a hála kösse és a szeretet kösse össze a szívünket, és én erről a helyről, Csetényért, az itt élő emberekért, mindenkiért hálát adva, fölemlegetve neked a te kegyelmedet, hogy van neked terved ezzel a településsel, az itt élő emberekkel, és megőriztél bennünket ebben az évben, és munkálkodtál azon, hogy az embereknek a szívében, és mindenkinek a szívében a te szereteted az kitöltessék, és az emberek tudjanak engedelmeskedni a te akaratodnak. Uram, én hálát adok a te védelmedért, gondviselő kegyelmedért, amivel megőrizted ezt a települést, és az egész nemzetünkért hálát adok neked, a magyar országért és a magyar nemzetért, és kérlek, hogy legyen rajta be oltalmazó kezed, és mi erről a helyről is fölemlegetjük neked, hogy mi kérjük a te segítségedet, kérjük az előttünk lévő évre, minden egyes hónapra a te támogatásodat, segítségedet, hogy ez a település gyarapodjon és fejlődjön az Istennek a dicsőségében, és amikor az 1000 éves birodalmadat megalapítod, akkor Csetény is szerepeljen a te királyságodban, mint akik tisztelik az Úrnak a nevét, és ezért az Isten nevének a tiszteletére, hogy eljöttünk és megemlékezzünk az advent utolsó gyertyagyújtásakor Jézus megszületéséről, segíts meg és támogass meg bennünket, és kösd össze a szívünket szeretetben a Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Szeretném megköszönni a gyülekezetnek is, hogy aktívan kiveszik ebből a műsorból ilyen módon a részüket, de talán nem kértek meg, de én szeretném megköszönni, és tisztelettel vagyok azok az előjárói a településnek, akik az előző adventi műsorokban is szerepeltek, és felléptek lelkészeknek is, nem kértek meg, hogy köszönjem meg, de mégis én megköszönöm, mert nem mindegy, hogy amikor
Az ember életében ilyen nyugalmi és pihenő idők vannak, amikor tud készülni egy csomó dologra, hogy azt mivel tölti meg, és amikor az emberek kiállnak és vállalják a hitüket, az Istenben való bizodalmukat, az nagy dolog, hogy ilyen korszakon megy át a magyar nemzet, hogy a keresztény értékeknek lehetőséget és teret biztosítanak, hogy hitvalló életet éljünk ilyen módon. Én ebben a pillanatban azért megköszönöm azoknak a lelkész társaimnak, akik hirdették és beszéltek Istennek a nagyságáról, szeretetéről, és ennek az állomásaként mi is elkezdjük az ünnepi műsorunkat, és fogadják el ezt a két dalt, amivel kedveskedni szeretnénk Önöknek, és Istennek a nevét, Jézus Krisztusnak a megváltójával szeretnénk fölmagasztalni ezen a helyen. Yeah.
köszöntve az egybegyűlteket, megtartsam ünnepi beszédemet. Ézsaiás 40-nél szól Isten a prófétán keresztül, és azt mondja, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őre az Úr keze minden bűnért. És egy szó kiállt, a pusztában készítsetek az Úrnak utat, ösvényt egyengessetek a kietlenben, a mi Istenünkben, minden völgy felemelkedjék, és minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyetlen egyenessé, és a bércek rónává, és megjelenik az Isten dicsősége. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus földi szolgálata előtt Keresztelő János, vagy Bemerítő János ezeket a szavakat hirdette, és elkezdte az embereknek azt hirdetni, hogy közel az idő, eljött Isten országa. És a prófétának a beszéde, ami kijött Ézsaiásnál, ez 400 évig beteljesedésre várt, és Keresztelő Jánoson keresztül Istennek a szava Jézus Krisztus földi szolgálata előtt beteljesedett, mert az volt a prófétának a küldetése, hogy készítse meg az Úrnak az útját. És mi itt, akik összejövünk az adventre, és megemlékezünk Jézus Krisztusnak a megszületéséről, ezek az igék nem vesztik az érvényét, hanem hirdetni kell, hogy az Isten az emberi szívekhez keresi azt az utat, hogy ő, ahogy mondja Jézus, ott állok a szíved előtt, és zörgetek, és ha te megnyitod, akkor én veled vacsorálok. És azt mondta itt a próféta, hogy ösvényt egyengessetek a kietlenben. Ez azt jelenti, hogy ott kell, olyan helyeken is utat kell nyitnunk, és engedni kell az életünkhöz Isten hatalmát és erejét, ahol az ember azt gondolja a neveltetése vagy szocializáltsága folytán, hogy vannak olyan területek, amivel Isten nem törődik. És nem az életünknek bizonyos területével nem törődik az Isten, hanem az Isten az egész lényünkkel akar törődni, és ő keresi a szívünkhöz, az életünkhöz, a családunkhoz azokat az utakat, amin keresztül az ő szeretetét el tudja hozni. Mert az volt a prófétai üzenet, hogy minden völgy felemelkedjék, és minden hegy halom alászálljon, hogy legyen az egyenletlen egyenessé. Az Isten azt akarta a prófétán keresztül üzenni, hogy az emberi szívekhez, az életekhez, a nemzetekhez az Isten el fogja hozni a nemzetek világosságát, a népek reménységét, a messiást, a megváltót, és tudjuk, hogy ahogy Keresztelő János elkezdte a szolgálatát, előtte volt 30 évvel előtte, amikor megjelentek úgymond a három királyok Jeruzsálemben, és vezették őket egy jászolhoz, és Isten megmutatta azoknak a személyeknek, hogy hol van a megváltó, hol van az Istennek a fia, aki megszületett erre a földre, és azok az emberek is, amilyen erőfeszítéseket tettek azért, hogy eljöjjenek és tisztességet adjanak a Messiásnak, ők betöltötték ilyen módon ezt az igét, hogy legyen az egyenletlen egyenessé, legyen a bércek rónává, mert megjelenik az Isten dicsősége. És a szívünkben ott kell lenni a hálának, hogy az életünkben az Isten szava megjelent, és szólt hozzánk, megszólított bennünket. Én abban is hiszek, hogy az egész nemzetünk van egy megszólítás alatt, hogy az egész nemzetből, településekből Isten várja azt a pozitív változásokat és válaszokat, ami adott esetben egy ilyen adventi műsorra való eljövetelt is jelent. Hogy a három királyok elmentek, és Jeruzsálembe tisztességet tettek a zsidó királyának, mert megszületett a megváltó. Ugyanilyen értelemben az Isten is várja tőlünk ezeket az erőfeszítéseket, mert ő azt mondta a prófétán keresztül, hogy közel legyetek én hozzám, és én is közel ti hozzátok. És hogyha az Isten szavának ilyen módon engedelmeskedünk az ünnepre való készülődésben, akkor megérthetjük, hogy a názareti Jézus Krisztus
az mindannyiunknak az életében be akar mutatkozni, meg akar jelenni, mert ő a dicsőség királya, aki a Golgotai kereszten az életét adta mindegyikünkért, akik itt vagyunk a teremben. Én biztos vagyok benne, hogy az Istennek a szava, Istennek a vonzása valamilyen formában hat az életünkre, mert szabad akaratunkból én hiszek abban, hogy az adventet megünnepelni, az Isten felé való közeledésnek egy nagyon egyszerű, de gyakorlatias és igaz cselekedete, hogy az ember vágyik az Istennel való találkozásra, és lépéseket és erőfeszítéseket tesz ennek érdekében. És ahogy megyünk bele az ünnepbe, a karácsonyba, a szeretet ünnepébe, az a igerész elevenedett bennem a sóval kapcsolatban, mert azt mondja Jézus a Márk evangélium 9. részének a végén, hogy mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki, legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. És a szeretet a Bibliában az nagyon egyszerű módon fejeződik ki, hogy Jézus ezt a példázatot mondta, a sóval példálózik a szeretet kapcsán, hogy az összes ajándék, az összes ünnep értéktelenné, ízletlenné válik, ha nincsen benne szeretet. És vannak itt nagyon kiváló háziasszonyok, akik nagyon jól tudnak főzni, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan ételek, a töltött káposzta biztos ilyen, hogy nem adja ki az ízét só nélkül. És az emberek, akkor a család kérdez, hogy hol a só? És az ünnep is akkor érje el az igazi célját, hogy nem csak ajándék van, hanem párosul a szeretettel. Azzal a szeretettel, amiben benne van az elfogadás, amiben benne van a méltánylás, a másik személyének a tisztelete. Mert nem csak az a kérdés, hogy utolér bennünket a 24, a 25, a 25-e karácsonykor, hanem az a lényeg, hogy kivel és milyen minőségbe töltjük el. És ilyen módon a sóra szükség van, a szeretetre szükség van, mert nem az ajándék értéke határozza meg, hogy az mennyire jó sikerül a karácsony, mert akkor is lehet jó egy karácsony, hogyha az emberek nem tudják szinte a fél életüket odaadni egy ajándékozásba, de a szeretetet tudnak adni, a megbocsátást, ha együttérzésről, egy közösen eltöltött időről, egy társaságról, és számtalan példát tudnék erre mondani, ha megnyilvánul a szeretet a családban, azzal Istennek dicsőséget szerzünk. Meg tudunk ebben egyezni, hogy a sóra az ünnepek alatt nagyon nagy szükség van. És én nem vagyok a sómentes táplálkozásnak a híve, mert az igazi magyar ételeket a só az kihozza. Tudnék mondani több olyan ételt, ami só nélkül szinte borzasztó, és ilyen a keresztény élet is. Hogyha nincsen benne az igazi szeretet, akkor az borzasztó. És ezért nem az ajándékozásba, nem maga az ajándék, mert nem tudjuk Isten felülmúlni, de örüljünk annak, hogy eltölthetjük egymással, örüljünk annak, hogy a családjainkkal tölthetjük el az ünnepeket, és higgyék el, hogy az, hogy a magyar nemzetben ünnep a karácsony, ez a meglátogatásnak az ideje. Hogy ünnep, nemzeti ünnep, nem kell dolgozni, nem kell munkát végezni, az emberek otthon lehetnek a családjukkal, húsvétkor, pünköskor, karácsonykor, ez adja a nemzetnek azt az egységét, hogy mi keresztény nemzet vagyunk, hogy elkötelezettek vagyunk Isten felé, hogy elkötelezettek vagyunk Jézus Krisztusban, és nem azért, mert az őseink ezt így gyakorolták, hanem azért, mert élő és eleven hit van a szívünkben, és találkoztunk Jézus Krisztussal, és ezen a helyen is úgy énekelünk, én úgy prédikálok, hogy megvallom Jézus Krisztusnak a nevét az egész egybegyűlt közösség előtt, és azt merem mondani Istennek a bátorításaként, hogy a csetény településnek a jövője is Jézus Krisztusban van igazán biztosítva. Mert nem csak az a fontos, hogy ma legyünk áldottak, hanem Istennek az a természet feletti akarata, hogy a gyermekeink is jól érezzék magukat Csetényben, a gyermekeink is tudjanak találkozni az élő Isten kegyelmével, ők is hitre jussanak, és vigyék tovább azt a tüzet, amiről itt Jézus beszél, hogy mindenki tűzzel sózatik meg. És az Istennek a tüze, Istennek a szeretete, az be tudja tölteni tartalommal mindenkinek az életét. És ha az emberek életében eltűnik az Isten tüze, az Istennek a sója, akkor oda kell fordulni a mindenhatóhoz, és az ő segítségét kell kérni. Ahogy készültem erre a beszédemre, azt gondoltam, hogy teszek
megszóltam a család főket, hogy hogyan kell bevinni az Isten hatalmát az ünnepek alatt az otthonunkba igazán. Amit elfogad Isten, mert Istennek az az akarata, hogy felolvastam, hogy éljünk békében Istennel és egymással, annak egy központi eleme, hogy az Istennek a szava, Istennek a beszéde mindannyiunknak az életébe föl legyen emelve. És az idő rövidsége véget ér most, nem olvasom fel az egész Lukács 16-ban Lázár történetét, aki elköltözött és az Ábrahámmal a túlvilágon beszél, de mégis azt mondja a Lukács evangélium 16. részében ez az atyafi, hogy mondja Ábrahámnak, hogy kérlek azért téged, atyám, bocsásd el őt az én atyám házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide a gyötrelem helyére ne jussanak. És mondja neki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Amma pedig mondan neki, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem hogyha halottak közül megy valaki hozzájuk, majd megtérnek. Ő pedig mondja neki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül föltámad. Ez egy olyan spirituális tartalommal bíró beszéd, amely már nem is ezen a földi szférában hangzott el, hanem a túlvilágon. És én azzal a felhívással szeretnék a tisztelt gyülekezet egybegyűltekhez szólni, hogy ha van otthon szentírás és Bibliát forgatják, a szent este legyen egy pont, amikor asszonyok vagy férfiak leveszik, leporolják a szentírást, és vagy Mózesből, vagy a prófétákból egy pár igeverset olvassanak fel az otthonaikban. Én ezzel a felhívással szólítanám meg a tisztelt közösséget, akik a televízión vagy az interneten fogják követni ezt a beszédet és hallgatják a mondani valómat, hogy egy pár igeverset a szent este, a meghitt pillanatokban, mielőtt az ajándékozás elkezdődik, merjék azt tenni, hogy Mózesnek a beszédéből, vagy a proféták beszédéből, a csetényi otthonaiban olvassanak fel egy igeverset. A háznak a családfők, vagy az asszonyok, akiben megvan ez a bátorság, és ajándékozzák meg az Istennek a dicsőségével, egymás azzal a közösséggel, hogy a maguk otthonában, az önök és a ti otthonatokban szólaljon meg Mózes, az Isten embere, szólaljon meg a proféta, az Istennek a szószólója, és azt a közösséget, azt a meghitt atmoszférát teremtse meg az Isten beszéde, amit csak az Isten tud adni, az ő jelenlétét, az ő áldását, az ő békességét, és ezzel a meghitt karácsonyi ünneppel ajándékozzák meg a hozzátartozóikat, akikkel eltöltik ezeket az áldott ünnepeket, hogy nem csak az ajándékról szól, nem csak a befektetett teljesítményről, hanem szóljon arról a szeretetről, amit az Isten tud közvetíteni önök felé, és így béküljenek meg egymással és Istennel, és így töltsük el áldott ezeket az ünnepeket, hogy megengedjük, hogy az Isten szava megeleven legyen az otthonainkban. Ezért én szeretnék imádkozni, és hogy mindenki bátorságot kapjon a szívében, hogy ne csak az ajándékozással, ne csak a vendéglátással, a közös étkezéssel teljen az idő, hanem mindenkinek az otthonában, aki veszi a bátorságot, az Istennek a beszéde megelevenedjen. Egyet tudunk ebbe érteni? Lesz, aki követi a példámat, hogy felolvassa Istennek az igényét az otthonában? Dicsőség Istennek! Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Te cselekszel ebbe a térségbe, hogy ismered az embereknek a szívét, az életüket, hogy hol kell beavatkozni és megsegíteni. Én Cseténynek, a környező településnek, a barátainkért, a kimondatlan ismerőseinkért és ismeretlenekért is könyörgöm. És az az én imám, hogy bocsáss meg a bűnöket. Hajolj le hozzájuk és légy irgalmas, mert Te megígérted az Abcsel 17-ben, hogy a tudatlanság idejét elnézed. Kérlek, szólj a szívekhez, szólj a házasságokhoz, szólj a beteg emberekhez, hogy meggyógyuljanak, hogy megszabaduljanak, hogy Istentől érintést kapjanak a gyerekek, a fiatalok, az ifjak, hogy összeforjanak a családok, amit az ördög tönkre akar tenni. Én imádkozom az itt élő emberekért, érints meg az életüket.
És amikor a családban az Istennek a beszédét fölolvassák, terjesz ki rájuk természetfeletti módon a te békességedet, hogy az otthonaikba az Isten szeretete hatalmat vegyen, és megáldja őket, és kiterjedjenek, és gyarapodjanak, és áld meg ennek a településnek az előjáróit, a polgármester, a képviselőtestület, az alpolgármester, mindenkit, akik azért dolgoznak, Uram, hogy ez a település gyarapodjon és fejlődjön. Kérlek, segíts meg a szolgálatban lévő embereket, hogy ne tévedjenek, hanem biztos kézzel kormányozzák ezt a települést, hogy amikor eljön az Úrnak a napja, Csetény is ott legyen az 1000 éves birodalomban a te dicsőségedre, és ezért kérjük a te békességedet el a településre, a Jézus nevében. Amen. És még ha ezt a dalt hallgassák meg sok szeretettel. Zárásaként engedjék meg, hogy mindenkinek nagyon áldott, nagyon békés, szeretetteljes karácsony ünnepeket kívánjak. Töltsék békességben a szeretteikkel,
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánjak a 2020-as esztendőre a tisztelt egybegyűlt közösségnek, a település előjárói számára, és utána itt egy szeretett vendégségre szeretné a Sportegyesület vendégül látni az egybegyűlteket.